soha nem könyökölsz az asztalra és nem így eszel, soha nem. Megvan a szabálya. Megfogod a jobb kézzel a kanalat, így ahogy mutatom, csak a csuklónál teszed le a kezed az asztalra, és mindig, ahogy merítesz a tányérból. Hogyan is kell helyesen és szépen enni otthon, vagy akár egy étteremben? Hogyan kell viselkedni, ha valaki elmegy egy színházba, egy könyvtárba, vagy a művelődésházába? Ezekre keresték a választ a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai annak a témanapnak a keretében, amely most a viselkedés kultúrát helyezte a középpontba. De nem csak itt jártak a fiatalok, hanem a város szinte valamennyi közintézményét meglátogatták ennek a programnak a keretében. Maga a viselkedés kultúra azért nagyon fontos, mert rengeteg dolgot tanul a gyerek az iskolában, a szűkebb, tágabb világban, de hogy mindezeket hogyan kezeli önmagával, társaival, magyarán hogyan viselkedik, ettől nagyon sok függ, hogy mennyire lesz az életben sikeres. És hát azt tapasztaltuk, hogy itt nagyon sok a tennivaló, egész pici gyerekektől egészen a nagyokig, és ezért egy mostani aktuális témanapunknak ez lett a témaköre. A diákok összesen 36 helyszínt látogattak meg forgószínpadszerűen. Ennek köszönhetően a polgármesteri hivataltól kezdve, a rendelő intézeten keresztül, a járási hivatalig sok helyen tudhatták meg, hogy hol, miként illik viselkedni. Higgyétek el, szeretettel kifizetődik ez a köszönet. Nekünk ugye a 6-tól 14 éves korosztályig mindenkit érint a maga szintjén, és úgy állítottuk össze egy ilyen táblázatban látható rendszerben, hogy minden életkor, minden évfolyam a neki megfelelő sajátosságainak megfelelő helyszínekre, illetve azokon a helyszíneken az ő életkoruknak megfelelően kapják a különböző feladatokat és tevékenységeket. Az idei tanévben további témanapokat is tart az oktatási intézmény más témakörök kapcsán.